Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, azt hiszem a székesfehérvári klasszikus zenerajongók nagyon jó helyzetben vannak, hiszen esztendőről esztendőre megszokhattuk, hogy nagyszerű programokat kínál Major István vezette Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Nincs ez másként ebben az esztendőben sem, hiszen a tavalyi nagyévű virtuóz koncert után ismét virtuózok jönnek hozzánk november 25-én pénteken a Vörösmarty Színházban mutatkozik be három nagyszerű zenész. Drahos Rebeka fuvolaművész, ifjú fuvolaművészünk, igen, Drahos Béla, Liszt Ferenc Díjas fuvolaművész, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetőjének lányáról van szó. Köztünk lesz Jász Ábel, egy nagyszerű, egészen kiváló csellista, akinek az édesapja szintén remek zenész, hegedűművész, és itt lesz velünk a ma esti vendégem fia, Ligabue Sergio is, aki azt hiszem, hogy a trombita művészekről kell beszélnünk, akkor övé a jövő mindenképpen. Vendégem pedig Ligabue Anita, az édesanyja, az üzletasszony, a pedagógus, a nyelvtanár. Csókolom a kezét. Üdvözlöm, jó estét kívánok. Örülök, hogy itt van velünk Székesfehérváron. Nagyon sok jelzős szerkezet, üzletasszony, pedagógus, nyelvtanár, édesanyja. Ez fontos, de a legfontosabb, kezdjük az édesanyja. Ennél szebb szó nincsen, tudta ezt már Kosztolányi, és a szép szavakban felsorolta nekünk. Giulia, Marco és Sergio. Igen. Három gyönyörű gyermeke van, ezeket a képeket látni fogjuk egyébként, hogy milyen csodálatos család az öné. És kezdjük azzal a zenével, mert a zene azt hiszem, hogy nagyon fontos. Ön zongorázott, ahogy az édesanyja is. És a nagymamám és is. És a nagymama is. Igen, mi zenész családból érkeztünk meg ide napjainkig. Mind a három gyerekem zenélt, illetve zenélnek, Giulia és Marco is. Giulia zongorista volt és fuvolázott, Marco fiam, ő trombitált. Ő ismertette meg Sergival a trombitának a szépségeit. Pont múltkor számolgattuk, hogy egy éves volt Sergi, amikor Marco elkezdett trombitálni. Tehát ő azzal kelt föl, azzal aludt el délután, hogy szólt otthon a trombita. És valószínűleg ettől is kapott egy olyan igényt, hangi igényt, hangi minőséget, Marco gyönyörűen trombitált. Aztán Marco, a nagyobbik, ugye ő mégis úgy döntött, hogy a japán nyelvőt elvarázsolta, és japanológusként tanul most az egyetemen. Viszont Sergi onnan, hogy az első korcsoportban indította őt a tanárja az országos versenyen, és ott olyan gyönyörű eredményt ért el, dobogon volt, ezért ott lelkesedést kapott, és akkor azt mondta, hogy ő trombita művész lesz. És onnantól ő töretlenül reggel is a maga fél óráját, napközben egy-két órát, mikor hogy legyakorolja, ugye trombita órák, a zenekar, a külön kamarazene, és ez neki olyan örömet ad, és nekem olyan örömet ad az, hogy egyrészt, hogy ő ebben boldogságot le, másrészt pedig a gyakorlásoknak a hangulata, az otthoni zenélés, plusz az órák, amiken mindegyiken én ott bent ülök, és végig élvezem, hallgatom. Ez mind úgy olyan komplexé teszi az egész életünket. Mi mindent kell tennie egy édesanyának ahhoz, hogy a gyermekei egyik oldalról boldogok legyenek, másrészt pedig a választott hangszernek, vagy általában a választott hivatásuknak megfelelően felkészüljenek az életre. Ugye mindenki másként csinálja, viszont az édesanya szerepe elengedhetetlen ahhoz, hogy ez így történjék. Bekerdi tanár urat tudom idézni, ő azt mondja, hogy a szülőnek kutya kötelessége a gyerekbe belelátni mindazt a lehetőséget és tehetséget és ügyességet, amit feltételezett róla már akkor, amikor megszületett. Tehát lehet, hogy a gyerek elkezd iskolába járni, akkor kiderül, hogy Jézusom, hát ez a gyerek nem is tud számolni úgy, mint hogy én gondoltam, nem is tud olyan szépen írni, nem figyel úgy az órákon, de a szülőnek, az anyának elsősorban, hogy a magamról tudok beszélni, én úgy gondolom, hogy a legfőbb feladatunk az, hogy tovább is a gyerekekben azt a bizonyosságot,
hogy ő különleges, hogy ő értékes, hogy ő szeretetre méltó, szeretnivaló, akár ballábbal kelt fel, vagy bármi történik vele, én akkor is őt teljes szívemmel és lehetőségeimmel támogatom, és szeretem, és elfogadom. Azt is elfogadom, amikor éppen fáradt, azt is elfogadom, hogy éppen nincs kedve, és próbálom nem... az én fáradtságomat nem viszem bele a kapcsolatunkba. Tudom azt neki mondani, hogy cicám, én most hulla vagyok, én most hadd üljek le egy kicsit. És akkor azt mondja, jó mama, akkor majd lejövök 10 perc múlva, és akkor utána csináljuk. Az a lényeg szerintem, hogy az én, az a szeretet, amivel én őt a világra hoztam, és a testemben hordoztam, és amivel őt az életbe behelyeztem, azt ő mindig érezze folyamatosan. Egy 3 gyermekes édesanyának soha nem egyszerű a helyzete, azt hiszem, hogy ez nem, ez 24 órás feladat így is úgy is. Hát még akkor, ha igényes és maximalista, már pedig ön az? Nem gondolom, hogy maximalista lennék. Nálam van, hogy így áll a mosogatnivaló. Bocsánat, ez így van. Bár van mosogatási lista be van osztva, hogy mikor kimosogat, de nem mindig történik ez így meg. Nincs mindig minden élére hajtogatva otthon. Nem gondolom, hogy maximalista vagyok. Egy dologban igen, és abban nem engedek. Én anyatigris vagyok. Én imádom a gyerekeimet, mint imádom az embereket egyébként, nem csak a saját gyerekeimet imádom, mások gyerekeit is, és a felnőtteket is. Tehát én egy nagy szeretett bomba vagyok, és én ezzel nagyon jól érzem magam. Tehát szokták mondani, hogy naív vagy, mert az emberek ilyenek, meg olyanok, és akkor én nyugodtan hátradőlök, és azt mondom, hogy lehet, de én úgy érzem jól magam, hogyha én mindig bizalmat szavazok meg a másik embernek. Ugyanúgy a gyerekemmel, amikor azt mondja, hogy készen van a leckével, soha nem mondom, hogy biztos, hogy készen vagy, biztos megírtad. Nem, ő azt mondja, hogy igen, akkor én azt akarom elfogadni, hogy igen, az úgy van. Álmodnak együtt? Az ezt álmaik közösek? Szergyivel? Például. Vagy a Giulia, vagy Márkóval, vagy... Mert jó együtt álmodni. Én nagyon ritkán álmodok már. Az az igazság, éjszakai álomra gondol, vagy így a közös nem, olyan jövőre? Olyan álom, tehát aminek íve van, hogy mi történik velünk majd, ha így folytatjuk. Igen, bár én úgy érzem, hogy amit úgy mások azt mondják, hogy álmodjunk egy olyan jövőt, amit megvalósítunk, én a mostban szeretek élni. Edgar Tollét, hadd idézzem, hogy a most hatalma, tehát én azt a pillanatot szeretem boldogságosan és harmóniában megélni, amiben vagyok. Például most nagyon élvezem, hogy magával beszélgethetek, és a gyerekkel együtt is az, hogy most ott van az a hangszerű, azt felemelte, azt megszólaltatta, és én hátradülök, lehet, hogy odaszólok neki, hogy várjál csak, ez picit finomabban indítsd el, próbáld ezt még egyszer, ez még nem megy annyira jól, de hogy persze van egy olyan jövőkép, hogy akkor ő majd nagy művész lesz, és majd ez lesz, az lesz, de nem attól vagyok boldog, hogy ő mi lesz, hanem attól, hogy ő most mi, meg az összes többi. Még maradjunk a zenénél, ugye ott voltam önöknél Budaörsünk, ott voltunk Megyeri Zoli kollégámmal, és ott volt egy csoda csapat, a Muzika Liga. Igen. Elvarázsoltak meg, kell, hogy mondjam. Akár napestig eltöltöttük volna ott az időt, visszafelé arról gondolkodtunk, hogy ehhez is kell valamiféle talentum, hogy ezeket a gyerekeket így összehozni, hiszen nem csak a falon lévő különböző díjak, elismerések bizonyították, hogy ezek a gyerekek szeretik egymást. Igen. A koruknak megfelelően nyilvánvaló. Hogy jött össze ez a Muzika Liga? Erről beszéljünk. Az első generációs Muzika Liga még 12 évvel ezelőtt, amikor Márko és Giulia voltak ilyen picik, akkor abból az ötletből született, hogy Giulia elkezdett zongorázni, rá egy évre Márko elkezdett trombitálni, és azt mondtam, hogy jaj, de jó, de akkor ezt együtt, mert hogy az milyen klassz, hogy zenélünk, és nem kell mindig, hogy a tanár kísérje őt, amikor trombitál a Márko, hát itt van egy nővére. Igaz, hogy még csak éppen második éve tanult zongorázni, de úgy gondoltam, hogy azt a kis Abundának nincs gallérja, meg ezeket az egyszerű kis dalocskákat, az a kis egyszerű kis kíséret, az megtanulható a Giulia számára is. Ha meg nem, akkor meg leegyszerűsítettem neki, hogy az eljátszható legyen, és elkezdtek együtt zenélni. Na, akkor rögtön körbenéztem, ki van még az osztályban. Megkérdeztem a szülőket, van valaki, aki még tanul zenét? És volt Naomi, aki tanult fuvolázni, másik kisfiú tanult csellózni. Jó, akkor karácsonyi műsor, csináljunk egy télapóit van.
Hát télapó itt van, zsák-zsák, de öt hangból áll mindössze a darab, hát öt hangot fél év alatt megtanulnak bármelyik hangszeren a gyerekek. Tegyem össze nekik azt az öt hangot, aminek szépen megszólal, és már volt egy karácsonyi koncertünk. És így csatlakoztak még hozzánk gyerekek, mondták, hogy mi mindent szeretnének játszani, imádják a komoly zenét is, és megvan a zenei igényük arra, hogy igenis játszanak könnyedebb típusú zenét is, és minden félé, tehát nem... Ez már egy jó út önmagában. Igen, és én ezt roppantul élveztem, hogy jaj, de jó, akkor lehet egy kis ragtime-ot is, lehet egy kis, amit most ők hallanak a rádióban, Riannát például, tehát, hogy a zeneiskolában sajnos nincsen arra lehetőség, hogy a zeneiskola azt tanítja, ami az ő keret, ami nagyon fontos, egy nagyon klassz dolog, de én úgy vettem észre, hogy a zeneiskolában nem elégül ki a gyerekeknek az az igénye, hogy az a hangszer, amivel ők annyi energiát raknak és annyi munkát tesznek, azon ők bátran a korosztályukban is kimerjék magukat fejezni. Az elismerések, amiről beszéltem az imént ott a falon, pozitív megerősítést adnak, hiszen ott muzikaligás is van, szerzsós is van, mindenféle. De itt most a muzikaligást kérdezem. A gyerekek büszkék egyébként a szüleikkel együtt arra, azokra a szombatokra, amit együtt tölthetnek? A büszke szó az pont nem a szombatokra mondanám, hanem nyilván büszkék arra, amikor ők fellépnek, amikor szerepelnek. Egyrészt boldogsággal tölti el őket maga a felkészülési folyamat, és én itt nagyon ragaszkodok mindig ahhoz, úgy kérem a szülőket, hogy ha van egy másfél órás zenei próba, akkor előtte-utána fél órát minimum adjunk a gyerekeknek, hogy ők játszhassanak együtt szabadon, udvaron, szobában, akár a Pokémonnal, akár a zenét próbálgatva kettesével csak együtt, de az nekik jár. Mert a zene, az én felfogásomban, annak egy örömforrásnak kellene lenni, főleg az együttzenélésnek pedig főleg. Mondja ezt a Gordonos anyuka. Igen. Tényleg beszéljünk erről. Igen. Ez több, mint hitvallás, több, mint tan. Ez megint csak olyan, hogy egy teljes embert kíván. Tehát aki ezt egyszer megtanulja önmagán és alkalmazza folyamatosan, az szinte bizonyos, hogy úgy marad. Nagyon közhelyszerűen meg bulvár kifejezést használva fogalmaztam meg, de tényleg így gondolom. Gordon, ő egy kapcsolat, egy kommunikációs modell, mondjuk úgy. Egy olyan dolog, hogy érdemes kommunikálni a másikkal, legyen az szülő-gyerek kapcsolat, legyen az férfinő kapcsolat, vagy ember-ember, vagy főnök beosztott kapcsolat. Gordon ezt szépen leírja a külön könyveiben, a Parents Effectiveness Training, ugye a szülői eredményességi tréning, akkor van a TET, a Teachers Effectiveness Training. Leírja gyakorlatilag ugyanaz a lényege neki, hogy hogyan forduljak oda a másikhoz, hogyan hallgassa meg, hogyan hallgassam meg én őt akkor, amikor neki van problémája, illetve hogyan beszéljek én, amikor nekem van problémám egy bizonyos dologgal kapcsolatban, illetve egy konfliktusban, amiben mind a kettőnek problémája van, mivel érdemes, hogyan érdemes ezt ahhoz kezelni, hogy a kapcsolatunk épüljön és ne rombolódjon. És mivel számomra ez az egyik legfontosabb dolog, hogy én harmonikus kapcsolatban álljak elsősorban a családommal, és nem másodszorban, de ugye a világ szűkebb és tágabb környezete, mert nekem ez fontos, én így érzem jól magam, és én ezért teszek. És van, amikor az embernek ugye a berögződött lemezek annó, amik úgy jöttek, van, amikor úgy jönne valami zsigerből, és akkor azonnal látom arra a reakciót, és rögtön kapcsolok, hogy ja, ez így nem jó, tehát ennek így nincs értelme, akkor picit végig gondolom, jó, tehát akkor még egyszer. Hogyan gondoltad? Beszéljük meg, hallgassuk meg egymást. No, akkor viszont eljött az a pillanat, amikor most nem zenéről beszélünk, nem pedagógiáról, nem nyelvtanulásról, nem a gyermekekről, hanem az üzletasszony Ligabó Anitát kérdezem, és nem csak azért, mert ha nem is vagyok nagy gurman, de az olasz ételeket imádom. Mindenki, sőt, ugye itt a környezetem nagy része szerelmes Olaszországba, és legyen az Róma, Nápoly, teljesen mindegy, vagy fönt Milánó, Toszkána, vagy Umbria, mindegy.
Beszéljünk erről az étteremről. Honnét jött az ötlet, és hogy jutott el a megvalósításig? Budaörs szívében egy legendás étteremről. Igen. A gyermekeimnek édesapja, ő vele 18 évig éltem házasságban, és ő olasz. És hát rengeteget éltünk is kint, főleg itthon éltünk, de nagyon sokat voltunk kint ugye rokonoknál. Én már előtte kint Olaszországban éltem nagylánykoromban, fiatal felnőtt koromban, onnan tudtam olaszul. És Budaörsön, ugye ő is, én is nagyon szeretek főzni, ő is nagyon szeretett főzni, mindig tele volt a házunk olasz vendégekkel, a követségről, Bangkokból, mindenhonnan, én minden este 10-15-20 emberre főztem, mert ott ilyen, ez furcsa elképzelni, most így visszagondolva, így én is így elcsodálkozom, hogy tényleg ez a vendégjárás nálunk így működött, ilyen nagy olasz baráti és üzlet társaság volt, és akkor egyszer csak valaki megsegítve mondtuk, hogy jó, akkor csináljunk neki egy éttermet. És csináltunk neki egy éttermet, egy olasz éttermet, majd az illető eltűnt, és ott maradtunk ebben az olasz étteremben. Aztán most már Lorenzo se nem él közöttünk, ki visszament Olaszországba, viszont az étterem az ugye ott van, és barátnőmmel kettesben föltűrtük a ruhaújjunkat, soha nem tanultam ilyesmit, tehát nincsen nekem vendéglátós, illetve aztán csináltam egy vendéglátós papír, de nem ez a lényeg. A vendéglátóba éppen ugyanazt, az étterembe éppen ugyanazt viszem be, ami én vagyok, meg barátnőmnek a kislánya szintén muzikaligatag, tehát egy ilyen nagy családnak képzelje el az egészet, ő volt a kis gitáros kislány, a Bogi. Én azt akarom érezni magam körül, hogy ott harmónia van, ott szeretet van, én úgy állok a vendégekhez, mint ahogy az alkalmazottaimtól is azt várom, és ő irányukban is úgy várom, hogy teljes nyitottság, szimpátia, szeretet. Én csak szeretettel tudom azt a spagettit letenni a vendég szája elé, mert ha nem, akkor az nem lesz olyan finom. No, szeretetről beszéltünk. Megosztok egy titkot, nem bulvár ez sem, a nézőinkkel, hogy egy nagyon-nagyon szép mondatot hallottam önről, és öntől, és nem többet is, de ez egészen különleges, amikor a mostani a lelke Jobbik feléről beszélt. És ő az, aki nem maradhat ki egy ilyen beszélgetésből, hiszen a három gyermekről és önről természetesen esett szó, akkor néhány szót mondjuk róla, hiszen mondom, az a mondat meghatározta nekem, hogy a társáról, aki így beszél, az minden bizonnyal megérdemli, hogy ott a kellős közepén legyen, ott itt belül. Most konkrétan melyik mondatra gondol? Arra, amikor a társáról beszélt, hogy ki ő, amikor bemutatta nekünk. A társam, ő a mimikulásunk, ő egy orvos, egy nagyon szeretett orvos Budaörsön és környékén, nagyon sokan járnak hozzá. Ő az a nagy, meleg, puha, finom, kedves ember, férfi, aki a saját három gyerekét, meg az én három gyerekemet ugyanolyan szeretettel veszi körül, ahol tud segít, pont annyit, amennyit kell, amikor tudja, hogy most nekem megvan az én magam dolgom, amit kell csinálni, akkor ő is tudja intézni a saját dolgát. Tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan ideális, én a partnerkapcsolatról azt gondolom, hogy akkor tud egy partnerkapcsolat jól működni, hogyha két felnőtt ember úgy dönt, hogy egymás mellett él, és egymás felnőttségét elfogadva segítik egymást. Tehát én nem hiszek abban, hogy valami zsákafoltját, meg az egyik kiegészíti a másikat, meg majd támogatja. Én úgy gondolom, hogy mindenki magát kell egységként megélni és érezni a maga komplexitásában, és az egy nagyon jó dolog, hogyha van egy másik ember, aki szintén ugyanígy tud érezni, és ez a kettő együtt két egész lehet. Tehát nem a kettő ad ki egy egészet, hanem a kettő együtt ad ki kettő egészet.
Amen. Egyetlen egy dologra maradt időnk, Anita. De a koncertről beszéljünk. Itt lesz az a három csodálatos ifjú velünk pénteken. Nagyszerű lesz a koncert, ebben bizonyos vagyok. Hogy készül Sergio? Jaj, Sergio nagyon boldog, nagyon szereti a zenekart, jár, fúvós zenekarba jár Sztán Pista bácsihoz, Budaörsre, a Weiner konziba, és az, hogy ő most vonósokat is hall, az úgy nagyon tetszett, egész más hangzás egy fúvós zenekar, és más a vonós, az, hogy ott szólót játszik, és ott előlőtt kíséri az egész zenekar, ez egy csodálatos érzés. A tanárunk Kis Andris meg is mondta, hogy hát sokan a diplomáig eljutnak úgy, hogy nem volt ilyen lehetőségük, hogy egy zenekar őket kísérje, és ez egy csodálatos dolog, nagyon hálásak is vagyunk, és örülünk is neki, és Sergi úgy készül rá, hogy bement hajnalba 7 órára, 0. órába megírni a nyelvtan dolgozatot, mert egyébként lemaradt róla, mert hogy jöttünk ide próbálni, és zokszó nélkül megy, csinálja, kell, készül, és élvezi nagyon. És alig várjuk, hogy a színházterembe is beléphessünk, és ott a színpadon is megszólaljon ez a csodálatos dal, a Velencei Karnevál. Tehát ez pénteken lesz, azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű. Igen. Délelőtt 3 koncert egymást követően, ez is rendhagyó. Igen. Erről természetesen, kedves nézőink, beszámolunk a Paletta híradóban. Én pedig azt köszönöm meg, hogy megtisztelt, és egy zárszóként mi mást mondhatnék, Budaörs boldog lehet. Nagyon szépen köszönöm, mi is boldogok vagyunk. Köszönöm hogy eljöhettünk. Anita. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Liga Bue Anita volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!